Összességében főleg a végeredménnyel vagyok elégedett, mert 3 pontot szereztünk, és nem akárhol. A játékunk egy kicsit tompább volt, mint az elmúlt 2 mérkőzésen. Most ez az esőzés, a pálya talaja, tehát ezt nem tudom. Tehát egy kicsit nem voltunk olyan robbanékonyak, mint amilyek voltunk. Meg hát azért hozzá kell tenni, hogy csak egy MTK otthonában futballoztunk, ahol ragyogó futballisták vannak, és kitűnően tartják a labdát. Saját magunkat okolhatjuk csak, hiszen jól kezdtük a mérkőzést, elhittük az első fél időben, hogy meg is fogjuk nyerni. Második, nem is tetszett az első fél idei játékunk, vagy fél óra. Második fél időben hiába birtokoltuk a labdát, hiába borult fel a pálya. Ugye végig nálunk volt, de a legnagyobb probléma most azt hiszem, nem alakítottunk ki helyzeteket, csak pontrugásból volt. Még pontrugásból volt 5 olyan zicserünk, amit be kell ütni. Nagyon, mint a 94. percben megvolt a labda ahhoz, hogy legalább egy pontot itthon tartsunk.